A Bátor Televízió hírmagazinját látják, köszöntöm Önöket! Legalább 100 rászoruló családot tudnak támogatni a Segíteni Jó akció keretében, még várják a további felajánlásokat. 25 millió forint a Betlen szakközépben a felzárkóztatásra. A Szeretet öröksége címmel jelent meg a Boros Gáborra emlékező könyv. Részletek. Már eddig is jelentős felajánlások és pénzbeli támogatások érkeztek a Segíteni Jó önkormányzati akció felhívására. Az ünnepek előtt érzékelhető támogatással fordulnak a rászoruló családok felé az akció szervezői. Az önkormányzat indított egy Segíteni Jó akciót. Hol tart ez az akció most? Valóban így van, Nyírbátorváros önkormányzata és a Kulturális Központ idén negyedik alkalommal indította el a Segíteni Jó adománygyűjtő akcióját, azzal a szándékkal, hogy a nehéz körülmények között élő nyírbátori családoknak konkrét segítséget tudjon nyújtani. November 20-án tehát elkezdődött az akció, és örömmel mondhatom el, hogy nagyon sok nagy cég, a városban működő nagy cég csatlakozott már ehhez az akcióhoz, illetve a városban működő vállalkozók is jelezték már, hogy adománnyal támogatják, csak úgy, mint egyes intézmények. Van még ugye egy pici idő, amíg gyűjtenek. Mit várnak, illetve kiktől várnak még? Elsősorban szeretnénk a nyírbátori családokat megszólítani, azokat a családokat, akik megtehetik, hogy egy megunt mesekönyvet, egy megunt gyerekjátékot, egy kevésbé használt játékot, aminek másik gyerek örülne, elhoznának ide és felajánlanák nekünk. Milyen jó volna, ha mondjuk a szülők kézen fognák a gyereküket, a gyerek otthon kiválogatná azokat a játékokat, vagy csak egy darab játékot, egy darab mesekönyvet, amiről azt gondolja, hogy ő oda tudja adni egy nehezebb körülmények között élő másik gyereknek, hogy neki is szép legyen a karácsonya, és neki is lehessen valami a karácsonyfa alatt, nem csupán a karácsonyi vacsora, mert az is nagyon fontos, de tudjuk, hogy a gyerekek azok számítanak egyéb ajándékra is ilyenkor. Ez már a negyedik akció. Ez az akció, ez eredményesebb, mint a korábbiak? Úgy tűnik, hogy eredményesebb. A nagy cégeket emelném ki és említeném meg, ők pénzadományokkal segítenek bennünket. Ez tartós élelmiszer, a gyerekeknek gyerekjáték, könyv, tisztítószerek, főleg gyümölcs, hiszen vannak olyan adományt kérők, akik gyümölcsöt szeretnének egyszerűen karácsonykor, mert hogy egész évben nem jutnak hozzá. Tehát úgy tűnik, hogy eredményesebb. Egy kicsit még a civil lakosságot szeretnénk jobban megmozgatni ezzel kapcsolatban. Nyilván nagyon sok rászoruló családról lehet szó, akik bekerültnek abba a körbe, akik kapnak adományt. Hogyan választják ki, illetve hát egyáltalán mekkora létszámról lehet szó? Körülbelül 60 és 100 család között van, akiket tudunk majd támogatni, úgy tűnik. Minden évben más módon kértünk segítséget. Nyilván ezt az önkormányzat innen nem tudja eldönteni, sem a Kulturális Központ munkatársai, hogy kik azok, akik valóban rászorulnak. Az első évben a nyírbátori általános iskoláktól kértünk segítséget a rászoruló családok esetében. A második évben a képviselőtestület tagjai ajánlottak neveket az ő körzetükből. Az elmúlt évben a Városi Szociális Szolgálat segítségét kértük, és most a nyírbátori óvodákat szólítottuk meg, hogy azokat az óvodás gyerekeket, illetve az óvodás gyerekek családjait juttassák el hozzánk, az ő nevüket, akik rászorulók, hiszen ők minden nap találkoznak velük, és valóban látják, hogy kik azok, akik nehéz körülmények között úgynevezett tisztes szegénységben élnek. Van, aki írja, hogy tartós élelmiszert szeretne, van, aki azt írja, hogy bármit örömmel elfogad, de bizony megjelent néhány lapon az, hogy tűzifát szeretnének. De volt olyan, aki egyszerűen egy háztartási robotgépet szeretne, ahol 3-4 gyerek van, és gondolom, amikor sütni kell, az nagyon sok időmegtakarítást jelentene a háziasszonynak, a család anyának, hogyha nem kellene kézzel végeznie minden manuálisan, hanem egy gép esetleg ebben neki segítene. Ezeket az egyedi kívánságokat figyelembe tudják venni valahogy? Hát megpróbáljuk, a tűzifával kapcsolatban azt gondoltuk, hogy kigyűjtjük azokat, akik tűzifát kértek, és utána járunk, hogy tudunk-e nekik más módon segíteni, mert nyilván ebben az adománygyűjtő akcióban ezt nem tudjuk megtenni, hiszen itt főként tartós élelmiszereket, illetve a gyerekeknek édességet, játékot, könyvet szeretnénk, ami a karácsony, konkrétan a karácsonyt könnyíti meg, és a karácsonyt teszi szebbé. Ez az adományosztás, ez még gondolom karácsony előtt megtörténik. Igen.
A tervek szerint december 20. napján fogjuk ezt lebonyolítani, illetve átadni az adományokat azoknak a családoknak, akik ebben az évben kiválasztásra kerültek, ami egyébként egy nagyon-nagyon nehéz dolog, hiszen mindenkinek szeretnénk segíteni, aki rászoruló, de hát egyszerre mindenkinek sajnos nem tudunk. És azok, akik adományban fognak részesülni, erről természetesen kapnak egy írásbeli értesítést Máté Antal polgármester úrtól, és ennek a levélnek ezt a levelet magukkal hozzák, és annak fejében tudjuk átadni részükre az adományokat, így tudjuk nyomon követni. Lépésről lépésre címmel újabb pályázati lehetőséghez jutott a Bethlen Gábor szakgimnázium és szakközépiskola. A projekt keretében 2020 őszéig a jelentős kompetencia hátránnyal induló gyermekállományból biztosan lesz 50 olyan tanuló az intézményben, akik a következő években többet kapnak majd az átlagos normál képzésnél. A projekt célja a felzárkóztatás, a lemorzsolódás csökkentése és a pedagógiai innováció. Az az intézményrendszer, ami szakképzési centrum néven fut már 2015. július 1-től a magyar köznevelési rendszerébe, az tulajdonképpen iskola halmazt jelent. Az iskola halmazok közül az egyik a Nyírbátori Bethlen, 5 tagintézménye van a Máté Szalkai Centrumnak, és egy olyan programnyitó rendezvényen vagyunk, amely 3 iskolánkat is érinti. Ezek közül az egyik az itteni a Nyírbátori, és a jövőt nézve, tehát ez nem csak egy egyedi, egyszeri program, hanem lesz folytatása, úgy hívják, hogy GINOP 623, és örömmel jelentetem, hogy 452 millió forintot centrum szinten az 5 iskolánk már magáinak tudhat. Tehát ez a program, amit most indítunk, ez szervesen indeszkedik a hátránykompenzáció, lemorzsolódás csökkentés, az Európai Uniós elvárásaihoz is, de ezen túl azt gondolom, hogy egy sokkal komolyabb, a teljes intézmény hálózat fejlesztését átfogó programunk fog indulni rövidesen. Ha jól emlékszem, 2021-ig tartó időszakban, és ahogy ismét említettem, több mint 450 millió forinttal, tehát egy út elején vagyunk. Ezek a kicsi mozaikok, amelyeket most 3 iskolánkban indítunk, szükségesek ahhoz, hogy majd a rendszerszerű fejlesztéshez is úgy tudjunk hozzákezdeni, hogy már van tapasztalatunk a digitális oktatás, az egyéni pedagógiai utak, illetve az egyéni fejlesztés területén. Elsősorban épp a folyamatosság, a megbízhatóság, az érzelmi kötődés miatt az osztályfőnökökből választottam a mentorokat. Nagyon szerencsésen jöttek össze a 9.-10. osztályos osztályfőnökök, mert egyikük matematika, másik 2 magyar nyelv és irodalom, harmadik pedig az angol szakos osztályfőnök, úgyhogy eleve az osztályukban kiválasztott tanulók, mint mentorokhoz hozzájuk fognak tartozni ilyen úton, módon is. Hetente angol órából is 3-4 van, matematikából is 3+1, magyarból 4 óra, plusz az osztályfőnöki, ehhez kapnak még hetente 2 mentori foglalkozást, tehát heti olyan 7-8 órát lesznek együtt az osztályfőnökeikkel, a saját ők egyben szaktanárok is velük. A program ad-e lehetőséget arra, hogy egy önfejlesztés, vagy egy közösségi fejlesztés végre lehessen hajtani a pedagógusi karban? Mindenképpen ad lehetőséget, 3 év alatt 3 továbbképzés, ez tanulásmódszertan, konfliktuskezelés, innovatív típusú továbbképzéseket jelent, de a továbbképzések nélkül is egy nagyon innovatív tantestületünk van, és mindenki arra törekszik, hogy folyamatosan megújuljon, illetve a gyerekek által támasztott követelményeknek megfeleljen. Nekünk itt nap mint nap módszert kell váltanunk különben, mert ami az egyik osztálynál sikeres, a másik osztálynál nem jön be. Nagyon büszke vagyok a pedagógus kollégáimra, mert nem adják fel. Ha néha egy-egy kudarc sikertelenség éri őket, addig dolgoznak, addig ötletelnek, egymással összefogva, még meg nem születik az eredmény. Ezért is vagyunk túl már ennyi sikeres pályázaton, és ezért vagyunk ennyire büszkék több végzett tanulónkra. Ebben az évben is összeállították a megye gazdaságát bemutató top 100-as kiadványt, amely tulajdonképpen fórumot teremt a megyei vállalkozásoknak. A megyei top 100-ba idén is több nyíregyházi cég is bekerült. A megyében működő, legjobban prosperáló cégek közül idén a társadalmi zsűri a top 100-as gazdasági díjat a Michelin nyíregyházi gyárának ítélte oda.
Kiknek készül a Top 100 céget bemutató kiadvány? Mindenkinek, akit érdekel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasága, tehát olvasóinknak, a Top 100-as cégek szereplőinek is, hát annak a több tízezer vállalkozónak is, aki valamilyen szinten módon a megye gazdaság életének a szereplője. Ha úgy tetszik, egy év nagy idő, más tekintetben nem túl nagy idő. Ez azért is érdekes, hiszen évente megjelenik az új kiadvány. Mennyire mutat más képet ez a kiadvány egyik évben, illetve a következő évben? Tulajdonképpen egyszerre van jelen ebben állandóság és változás is. Az első két helyen például a top 10-ben ugyanaz a két cég szerepel, viszont az összes többi helyen most voltak változások, sőt a top 10-ben egy új céget is üdvözölhetünk. Egyébként ennek az egész top 100-as történetnek két szakasza van. A megyei napilap, a Kelet-Magyarország 1999-ben hozta le az első ilyen megyei top céges összeállítását így évvégez közeledve, és immár 11. éve hármas együttműködésben a Kelet-Magyarország, a megyei adóigazgatóság és a megyei kereskedelmi és iparkamara együtt közösen partnerségbe hozzuk össze ezt a magazint is és ezt a rendezvényt is. Mit mutatnak a tapasztalatok, hiszen azért ez már a 8. kiadvány sorrendben. Milyen érdeklődés övezi egyáltalán? Azt kell mondjam, hogy fokozódó érdeklődés, ennek rangja, presztízse lett ennek a rendezvénynek és magának a magazinnak is, hiszen valóban friss, aktuális, beszédes számok vannak ebben a magazinban a gazdaságról, egyes szegmenseit külön értékeli, külön elemzi, az egyes szektorok teljesítményét mutatja be, cégeket lehet ebben felfedezni, új arcukról megismerni, ez valóban egy gazdasági csemege. A top 100-nak az összetételét mindig az éppen az aktuális árbevételük határozza meg. Az előadásomban is elmondtam, itt idei évben 2,6 milliárd forint volt a 100. vállalkozás, és 288 milliárd forint az első vállalkozásnak az árbevétele. Természetes, hogy cserélődnek a vállalkozások, bizony 0,5%-át teszik ki a társas vállalkozásoknak ezek a cégek, de az adóbevételeket nézzük, viszont már 21%-ot fizetik be, a foglalkoztatásnak mindegy 30%-át ők adják, és az exportnak pedig a 85% köszönhető hozzá. Mennyire lehet büszke Szabolcs-Szatmár-Bereg megye erre a top 100-ra? Értem ez alatt azt, hogy ha más megyék top 100-ával kellene összehasonlítani, akkor mi hogyan büszkélkedhetnénk, mi alapján? Én azt gondolom, hogy mivel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye még mindig gazdaságilag a legfejletlenebb megyék közé tartozik, azért az nagy szó, hogy idén a HVG által összeállított top 500-ba 7 megyei vállalkozás került be. Tehát nyilvánvalóan itt is vannak nagy cégek, vannak olyanok, akik kisebb árbevétel rendelkeznek, de én azt gondolom, hogy leginkább a helyi embereknek fontos, hogy itt vannak ezek a vállalkozások, foglalkoztatnak, megélhetést biztosítanak, adót fizetnek, amelyek a közszolgáltatásokban pedig visszakerülnek az emberekhez. Ezen túl talán, ahogyan az előadásában is megfogalmazta, plusz érzések is társulnak ahhoz, hogy ha valaki bekerülhet ebbe a körbe, hogy számukra ez mit jelent? Igen, én úgy érzem meg, hogy évről évre nagyobb ennek a respektje. Ahogy hivatkoztam rá, ez egy hagyomány, most már több év óta folyamatosan kiosztjuk ezt a díjat. És nem csak a díj odaítélése nagyon fontos, hanem az is, hogy ki vesz részt ebben a top 100 körben. Látszik ez abból is, hogy a vállalkozások büszkén vállalják ezt. Idén 17 vállalkozás volt pusztán, aki nem járult ahhoz, hogy a nevét és az adatait közzétegyük. Milyen kezdeményezésnek tartja ön, mint gazdasági területen dolgozó szakember azt, hogy létezik ilyen összeállítás is? És ugye intézmények, hivatalok, cégek, egy média szereplő foglalkozik azzal, hogy évről évre valóban dolgozik azon, hogy összeálljon ez a lista. Nagyon fontos, ez egy fórum. Egy lehetőséget adunk arra, hogy a gazdasági szakemberek, az üzletemberek, a helyi közélet fontos szereplői egy picit értékelhessék az előző évet gazdasági, adózási, illetve egyéb szempontokból. És nagyon fontos, hogy itt ki is cserélhetik az emberek a véleményüket. Ha most körülnézünk egy kicsit a kamerával, akkor láthatjuk, hogy már is kialakultak kisebb beszélgetések, ahol kötetlen formában is el tudják egymásnak mondani a problémáikat, ki tudják cserélni a gondolataikat, és ez néha-néha bizony egy fontos döntésnek is alapját képezheti. Úgy gondolom, hogy az év végéhez közeledve, ezért már szinte az egész esztendőre vissza lehet tekinteni, és valóban számadatokat lehet konzekvenciaként bemutatni. Ön 4 járást vagy kistérséget emelt ki az előadásában, és
Ezek között volt a Gyérbátori kistérség is. Természetesen a megyében kiemelkedik Nyíregyháza, mint megyei jogú város. Itt összpontosul a humán erőforrások és a gazdaság erőforrások a nagy része. Itt összpontosul a népesség is. De emellett van három járásunk, így a Kisvárda, Nyírbátor és Mátészalka, ahol mind a társas vállalkozások száma magasabb az átlagnak, mind ott a top 100-ból tevékenykedő cégek száma is tetten érhető. Én azt gondolom, hogy ezeknek a térségnek meg kell tartaniuk ezeket az értékeiket, és nyilván előre kell lépni és építkezni kell. Ehhez kívánunk mi itt az adóhatóság, a Kereskedelmi és Iparkamara és a Kelet-Magyarország egy megfelelő fórumot adni. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ugye évvégén vagyunk, és ilyenkor minden háztartásban, minden családban, de hát minden hivatalban, illetve minden városban is elkészítik az úgynevezett összegzést, hogy mi történt ebben az évben. Itt Nyírbátorban abban a sajátos helyzetben vagyunk, hogy az elmúlt három évet is összegezhették már, akár önök is otthon. Ha másképp nem, akkor egy kiadvány segítségével, amit a postaládában valószínűleg megtaláltak. Most mi is egy ilyen összegzéssel vállalkozunk, ha nem is a három évet, de ezt az évet mindenféleképpen Nyírbátor polgármesterével, illetve egy picit még arról is szeretnénk beszélgetni, hogy mi várható a következő néhány hónapban, mert ugye bármennyire is itt mondjuk ugye a békés, boldog ünnepek következnek, a karácsony, illetve az új év, de hát azt sem felejthetjük el egy pillanatra sem, hogy itt egy politikai kampány kellős közepén vagyunk, és ez bizony meg fogja határozni a következő negyed évünket minimum. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük azzal, hogy ha egy rövid mondatban kellene összefoglalni 2017-et, akkor ez a rövid mondat arról szólna el vajon, hogy rendben ment úgy nagyjából minden, és tulajdonképpen mint városvezető elégedetten, nem mondom, hogy dőlhet hátra, de elégedetten tekintett vissza az évre, vagy azt mondja, hogy bizony ebben az évben is, mint úgy általában minden ilyen gazdasági költségvetésében komoly problémákkal kellett megküzdeni, és hát elég izzadságszagúra sikerült. Én azt gondolom, hogy nagyon jól el kell tudni különíteni bizonyos területeket a város életében, mert eltérő az eredmény, eltérő az, amit sikerült elérnünk. Ha például a gazdasági oldalról vizsgáljuk, akkor azt gondolom, hogy a város talán legsikeresebb évén vagyunk túl, hiszen 4 gyár építése is végbe ment ebben az évben, vagy most fog még a napokban befejeződni, vagy már hetekkel, hónapokkal ezelőtt befejeződött. Tehát rengeteg új munkahely jött létre, nagyon dinamikusan fejlődik a gazdaság, minden mutató ezt mutatja, és a KKV szektor, tehát a beszállítói kör is elkezdett ezt igazodni, mindegy, hogy vendéglátásról vagy egyéb beszállítói körről beszélünk, és nagyon sok jó előre haladott tárgyalásunk van kapcsolódó szektorok fejlesztéséről, legyen itt szállítmányozás, logisztika és egyéb területek. Tehát a gazdasági életben azt gondolom, hogy ahogy lehet mondani, pipa, hiszen minden olyat, amit megígértünk a választóknak, amit tudtuk, hogy végig tudunk csinálni, azok a folyamatok elindultak. Jó, de mielőtt átkanyarodik a másik területre, akkor nyissunk egy zárójelet, és kérdezzük, vagy folytassuk azzal, hogy vajon ehhez egyébként a város vezetésének, most ebben nem csak a polgármestert, a polgármestert jegyzőt értem, hanem az önkormányzatot nyilván. Ehhez komoly, tevőleges köze van, vagy ez a szerencsés véletlenek összejátszása is, tehát hogy éppen itt akarnak befektetni, éppen itt gondolják azok a cégek, hogy érdemes tovább gyárat építeni, vagy éppen itt gondolja a felső politikai vezetés, hogy támogat bizonyos beruházásokat. Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, pro és kontra, ha történik ilyen, akkor mindenki vagy magának akarja a sikert, ha meg nem sikerül úgy, akkor meg másra át akarja tolni a kudarcot. Én azt szoktam erre mondani, hogy ugye azt senki nem gondolja komolyan, hogyha Szabolcs megyében egy befektető fejleszt, és ehhez a kormány direkt közbenjárása van, akkor az a fejlesztés Nyírbátorban fog megvalósulni. Ettől azért sokkal komolyabb politikai lobby van más településen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha Nyírbátorban ezekben az években fejlesztés valósul meg. Mármint azokban az években, amikor ugye a Nyírbátor városhoz képest egy másik színű politikai erő van. Így van. Tehát itt ugye sokszor előjön az a kérdés, hogy például a nyírbátori cégek gazdasági növekedéséhez a kormány támogatást adott, és ez mekkora eredmény. És hogy ezért jönnek ezek a cégek, és ezért fejlesztenek. Én nem gondolom, hogy ha ezek a cégek Kisvárdán fejlesztenének, akkor nem kapnának legalább ekkora vagy még nagyobb támogatást. És csak azért mondom így, hogy legyen világos az, hogy egy cég Nyírbátorban fejleszt,
abban a Nyírbátor vezetésének, az önkormányzat munkatársainak, a hivatal dolgozóinak nagyon-nagyon komoly erőket és feladatokat kell végrehajtani, és ebben én azt gondolom, hogy alapvetően a város sikere, amikor egy cég fejlődik. Két területen lehet azt mondani, vagy két irányból lehet mondani, egyfelől a cég sikere, hogy Magyarországon és a városban tudnak nőni, megrendelésük nő és tudnak beruházni, másfelől pedig a város sikere, hogy tud olyan körülményeket teremteni, hogy bár adott esetben a politikai lobby mondjuk máshol erősebb, mégis azt mondják, hogy itt látják azt a környezetet, amiben ők tudnak nyugodtan, békében, megfelelő szakmai segítséggel fejlődni és növekedni. Jó, akkor még egy pillanat maradunk itt, aztán visszatérünk a másik területhez. Tehát konkrétan ugye ön egyértelműen arról beszél, hogy akár ellenszélben is képes elérni ugye Nyírbátor városa azt, hogy ez a gazdasági előrelendülés ez tovább folytatódjon. De mondja azt, hogy még abban az esetben sem képesek ezt a politikai szembenállást áttépni, amikor mondjuk az országgyűlési képviselőnek, aki politikailag másik oldalon áll, majd egyszer előbb-utóbb dicsekedni kellene, hogy mit csinál. Tehát ugye ön Nyírbátorban, vagy önök Nyírbátorban azt mondják, hogy ő az ellenszél, ehhez képes kell itt iszonyú sokat dolgozni, ő meg majd nyilván Nyírbogátról, vagy amikor Nyírbátorban jön, akkor azt fogja mondani, hogy egyébként meg ő tett meg mindent azért, hogy egyáltalán itt ön dicsekedhessen majd ennél az asztalnál. Én azt gondolom, hogy a választókat felnőttként kell kezelni. A választók el tudják dönteni, hogy ki mit tett valamiért, vagy ki mit tett valami ellen. Én nekem azzal sincsen semmi bajom, hogyha valaki saját maga büszke arra, például országgyűlési képviselőként, hogy Nyírbátorban gyárak épülnek. Én mindig el szoktam mondani, hogy mások értékeit elvenni, azt úgyis a választók előbb-utóbb észre fogják venni. Az, hogy Nyírbátorban cégek növekednek, az az elmúlt 10-15 év komoly, egymásra épülő szakmai munkájának az eredménye. Aki mást mond, az hazudik. Ez egy cég fejlődése az alapvetően egy döntés, hogy hova épít gyárat, nem attól függ, hogy egy politikus mit mond neki, hanem attól függ, hogy egy települést megnéznek legalább 10-15-20 szempont szerint, és ez alapján a szempont szerint mérlegelik, hogy hova építsenek egy gyárat. Ez nekik milliárdokba kerül, és ezt nem politikai széljárástól függően teszik ide vagy oda. Az viszont fontos, hogy azt lássák, hogy kiszámítható az a település, hogyha ők építenek egy gyárat és 20 évben gondolkodnak minimum, akkor azt látják, hogy 5-10-15 év múlva hova jut el ez a település. Ebben van felelősségünk, és azt gondolom, hogy ebben vagyunk mi nagyon jók, és erre büszkének kell lenni. Jó. Ugyan azzal kezdte, hogy két szempontból lehet vizsgálni ezt az évet, az egyik ugye a gazdasági része a dolognak, mármint az ipari gazdasági része és a hozzá kapcsolódó részek, ami működőképes, sőt kifejezetten eredményes. De van egy másik része, ami mielőtt zárójelet nyitottunk, ugye éppen ezt mondta volna. Mi a másik rész, amikor visszanézünk? Nyilván az, hogyha növekszik a gazdaság, akkor rengeteg területet, lehetőséget nyit meg egy város előtt. Nem csak pénzügyi értelemben, hanem olyan értelemben, hogy a rendszerváltás óta, főleg itt Észak-Kelet Magyarországon a települések nagyon sok problémával küzdenek. Ilyen az alacsony bérszint, ilyen a halmozottan hátrányos társadalmi réteg, aki egyre inkább elszegregálódott és leszakadt, ilyen például a különböző szolgáltatások minősége, és még sorolhatnám élhető település, hogy mennyire szeretnének vagy akarnak itt élni az emberek. Ugye ez az a terület, ami egy sokkal nehezebben megfogható, de a város jövője szempontjából, ha lehet úgy fogalmazni, még fontosabb. Az egészet persze gazdasági növekedés nélkül nem lehet elérni, de azzal, hogy nálunk megvan a gazdasági növekedés, egy hatalmas felelősség a város egészére nézve, hogy akkor most ezeket a szektorokat is rendbe kell tudni tenni, és itt is eredményeket kell elérni. Na például. Ugye nagyon fontos, hogyha a városba kimegyünk és az utcán sétálunk, bárkivel beszélgetünk, gyakorlatilag 2-3 perc múlva a cigánykérdés az mindig előjön. És ez azt jelenti, hogy az emberek véleményét ilyen szempontból komolyan kell venni, tehát nem kell azt mondani, hogy hát az emberek erről beszélnek, de ez majd valahogy megoldódik. Ha az embereket ez foglalkoztatja, akkor a városvezetésének kutya kötelessége ezzel foglalkozni. Mi egyébként soha nem rejtettük vék alá, hogy ezen a területen nagyon nagy felelősségünk van, de az sem, hogy ezen nagyon nehéz eredményt elérni. Én azt gondolom, hogy az a program, amit elindítottunk, amihez most már uniós forrásokat is tudunk jövő évtől csatolni, szerencsére nyertünk ehhez pályázatokat, az eredményre fog vezetni. Erről már ugye korábbi években, meg ciklus, vagy korábbi beszélgetésekben volt szó, és én azt látom ma így az év vége felé haladva, hogy az, amit ebben vállaltunk, és az, amit ettől reméltünk, az megvalósítható, és szépen be fog érni ez a program.
Akkor jó, egy kérdés még, akkor szenteljük ennek. Többen dolgoznak ma a cigányok közül, mint az év elején? Itt két terület fontos, az egyik, hogy többen dolgoznak, és valóban többen dolgoznak, tehát ez most már számszerűen mérhető. Nagyságrendileg olyan 100 cigány ember az, aki a multiknál el tudott helyezkedni ebben az évben, ami az ciklus elején ugye én nagyjából azt mondtam, hogy az lenne jó, ha 5 év alatt ezeknek az embereknek a 70%-a az aktív korú lakosságnak el tudna menni dolgozni. Azt látjuk, hol hogy ez. Hát ez nagyjából most egy olyan 10-15%-ot jelent, de nyilvánvalóan a folyamat elején vagyunk, be kell ennek a történetnek érni. Egyre több civil szervezet, országos szervezet csatlakozik, keres minket, mintaprojektet akar csinálni Nyírbátorban ezekre a lehetőségekre építve. Tehát én azt gondolom, hogy a jövő év az lényegesen nagyobb lesz, hogy mondjam, mutatók tekintetében jobb lesz. A másik területe meg ennek, hogy ezzel párhuzamosan a szociális ellátásokat, tehát a segélyezési rendszer és a közfoglalkoztatást pedig átalakítjuk. Csökkentjük a közfoglalkoztatottak létszámát, és a különböző segítségeket pedig arra fókuszáljuk, akik valóban rászorultak, tehát önhibájukon kívül kerülnek olyan helyzetbe, hogy nem tudják segíteni a saját életüket, vagy segítségre szorulnak, és azt támogatjuk, aki egyébként együttműködik velünk abban, hogy a munkaerőpiacra vissza tudjon jutni. Igen, csak hogy Nyírbátorban is, meg máshol is nyilván azt mondják sokan, hogy Nyírbátorban nem lehetséges az normális észszer legalábbis felfogni, hogy nem dolgoznak az emberek, csak mondjuk 100 ember tudott elhelyezkedni, amikor ekkora a munkaerőfelvétel van éppen ebben a városban. És ráadásul nem is lehet azt állítani, hogy ez a legkvalifikáltabb munkakörökben történik. Ez valóban így van, viszont reálisan kell látni pont ezt a területet. Nem szabad álmokat szövegetni, nem szabad azt gondolni, hogy utasításra az emberek majd el fognak tudni menni dolgozni. Nagyon összetett ez a probléma, nagyon sok területen kell beavatkozni, családsegítés, gyerekeket hogyan lehet közben elhelyezni, infrastruktúrális kérdések, a kóborkutyától a szeméten át, annak az egész telepnek a fizikai állapota, ahogy van, képezni kell az embereket, nem feltétlenül géplakatosnak, hanem egyszerűen abban a tekintetben, hogy ő 8 órát tudjon dolgozni. Külön szenvedélybetegségek, a drog kérdés, a kezelése. Ez így kompletten egy program, ezt több területről rakjuk össze, különböző forrásokból, és próbáljuk szakemberek segítségével úgy működtetni ezt a rendszert, hogy ezek a mutatók, amit a városlakó gyakorlatilag olyan egyszerűen mér le, ahogy ön is fogalmazott, hogy dolgoznak-e a roma emberek, vagy nem dolgoznak, azok a mutatók akkor fognak jönni, ha ezt mind alátesszük ennek magyarul, a történetnek. Magyarul két város van itt. Hát gyakorlatilag igen. Gyakorlatilag van, igen. Van egy cigányváros, ugye az összes felelhető problémáival, amit szinte lehetetlenek látszik megoldani országos szinten is egyébként. Van a másik része a városnak, amelyik meg mutogat sokszor arra a városra, hogy az összes problémák onnan ered, hogy ott vannak ők. Miközben tudjuk, hogy ez nem teljesen így van, és ezen egyébként a város lakónak is el kell majd gondolkodni, meg nyilván be kell avatkozni, segítséget kell nyújtani. Nagyon sok pozitív példa van, és én ebben hiszek, tehát amikor olyan üzenetek jönnek vissza például mezőgazdasági vállalkozótól, hogy azt mondja neki a cigány ember, hogy adjon nekem folyamatos munkát, mert ha nem kapok folyamatos munkát, akkor olyan a rendszer ma, hogy jövő évtől elmegyek valamelyik cégbe gyárba dolgozni. És ezt egy cigány ember fogalmazza meg, mondjuk almaszedés vagy krumpliszedés közben. Tehát, hogy ez az, ugye mindig a legnehezebb az emberek szemléletét átváltoztatni, és én azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat mentünk előre, vagy például az, hogy a fogadórámon mondjuk, ami havonta egyszer van, mondjuk 2 évvel ezelőtt még inkább azért jöttek az emberek, hogy segélyt kapjanak, hogy segítséget kérjenek, anyagi segítséget. Most én úgy fogalmazok, hogy nagyjából a fele, vagy több mint a fele azért jön, hogy segítsek neki, hogy munkát kapjon ebbe vagy abba a gyárba. Szuper, miközben nem jön a munkaközvetítő. Igen, így van. Nyilván. De hát nyilván a polgármester, ahogy szoktuk mondani, mindenben kell, hogy segítsen, és én ebben örömmel segítek, mert azt gondolom, hogy ez az ő problémájukat is meg fogja oldani, csak ez oldja meg hosszú távon, és a város fejlődésének is egy fontos motorja. Na, ide tartozik még nagyon szorosan szerintem éppen az oktatás kérdése is, ami ebben a városban, akárhogy is nézzük, egy nagyon neurologikus kérdés, különösen a közoktatás, hát nyilván, főleg az általános iskola, ahol elkülönül ugye a két nagy intézmény, van az állami, illetve van az egyházi, a református, és hogy mondjam, igen sok kritikát megfogalmaztak, vagy megfogalmaznak az ön politikus társai, ráadásul az ön támogató politikus társak. De magyarul arról van ugye szó, hogy az egyik iskola elcigányosodik, hogyha már maradunk ennél a témánál, míg a másik nem nyitja ki elég szélesre a kapuit, hogy ezt a problémát valamilyen módon enyhítse.
Ebben lesz-e bármilyen, történt-e bármilyen előrelépés? Dolgozunk rajta. Én azt gondolom, hogy jó úton haladunk. Pozitív példákat tudok mondani, hogy csak egyet említsek. A katolikus gimnázium ugye most már indít első osztály, tehát általános iskolai osztályokat is indít. És ebben és mi a pozitív? Ne haragudjon, mondom, mert az is pozitív volt, hogy van református iskola. Nem, ez a pozitív. A része, hanem az, hogy kérték a segítségünket, például a város segítségét abban, hogy a vasúton túli területre is ki tudjanak menni, és ott is kvázi gyerekeket találni, hogy az iskolába menjenek, jelentkezzenek a szülők, tehát a roma területről is. És ebben működünk együtt, hogy akkor a nyílt napokra, a beiratkozáshoz ott is kapjanak információt az emberek, hogy milyen feltételekkel tudnak cigány emberek a katolikus általános iskolába menni. És ebben nyilván ön hisz? Én hiszek ebben, muszáj ebben hinni, mert fel kell ismernie minden iskolavezetőnek, legyen az állami iskola vagy egyházi iskola, hogy ez a problémakör akkor is visszahullik ránk, hogyha mondjuk most 2-3 évig azt gondoljuk, hogy ki tudjuk kerülni. Hiszen teljesen világos, és én ebben nagyon hiszek, hogy ez a város akkor lesz lakosság megtartás szempontjából erősebb és eredményesebb, hogyha ezt a problémát mindenki megérti, és megérti azt, hogy ebben mindenkinek felelőssége van. Egyszerű a dolog. Ha a város nem tudja megtartani a fiatal családokat, mert egyébként a szegregátum problémáját nem tudjuk megoldani, akkor a fiatal családok gyerekestől, mindenestől el fognak innen költözni. Világos. És akkor a keresztény iskolában vagy az egyházi iskolában sem lesznek gyerekek. Tehát a problémát muszáj nem csak 1-2 éves, hanem 5-10-15 éves távlatban is nézni. Egy felelős intézményvezető ezt biztos, hogy meg kell, hogy tegye, és mi ebben keressük az együttműködést. Én azt látom, hogy lesz elmozdulás, én hiszek ebben is. Nem mondom, hogy ez egy könnyű folyamat valóban, de hogy mondjam, még mindig sikeresebb, akár hosszabb távon eredményt elérni, mint egymásnak feszülni, és gyakorlatilag egymást, hogy mondjam, nem partnerként kezelni ebben a kérdésben. Hogyha végig gondoljon, ma kinek jobb Nyírbátorinak lenni, mióta ön polgármesterkedik mondjuk 3 éve? Idősebbnek, fiatalnak, románnak, nem románnak, munkavállalók, nem munkavállalók, érti? Tehát kinek változott érezhetően az élete, mióta ön a városvezetője? Én azt hiszem, hogy érezhetően olyan nagyon nagy változás az emberek életében 3 év alatt nem érhető el. Tehát, hogyha én most azzal szeretnék dicsekedni, hogy itt most a bizonyos társadalmi rétegek sokkal jobban érzik magukat, mint 3 évvel ezelőtt, akkor nem tudok ilyen társadalmi rétegeket. De nüanszokat csak fedezett fel. Én azt gondolom, hogy inkább azt érdemes megfogalmazni, hogy mi hova fókuszálunk, és hol értünk el eredményeket, vagy hol indultak el olyan folyamatok, amik még erősebbek tudnak lenni. Én mindenképpen a családokat helyezem a középpontban. Tehát én azt gondolom, hogy egy város gerince az a társadalmi réteg, aki most aktív korának az elején van, tehát ez a 30-as, 40-es, 25 éves korosztály, aki már családot alapított, gyereket vállal. Jó, mit kaptak ők 3 év alatt? Tehát legalább egy példát mondjuk. Én azt gondolom, hogy Nyírbátorban kaptak arra lehetőséget, hogy munkát találjanak, kaptak arra lehetőséget, hogy növekedjen a bérük, kaptak arra lehetőséget, hogy a városban legyenek olyan programok és olyan terek, ahol ők tudjanak élni, és gyakorlatilag a hétköznapjaikat szeretnénk kényelmesebbé, élhetőbbé tenni. A napi biztonságuk, a napi megélhetésük és a napi jól létük, ahogy azt szoktuk, jó érzésük megvan. Ugye ez egy közgazdasági kérdés, ez a klasszikus piramis, amiről mindig beszélünk, hogy az ember először is az alapvető szükségleteit szeretné rendbe tenni. Én azt gondolom, hogy ez a város ebben a területen megy előre, és akkor ilyenkor jönnek elő, onnan lehet tudni, hogy ez viszonylag kezd rendeződni, hogy olyan kérdések foglalkoztatják, amik mondjuk korábban kevésbé voltak fontosak. Nyilvánvalóan, hogy valamilyen alapvető probléma megoldódik, akkor más problémát keresünk, és nyilván ma ezekre kell fókuszálnunk, legyenek ezek a közterületek, az élhető város, az alternatív közlekedési lehetőségek, vagy mondhatnám itt akár a szakkérdést, hogy ezek jönnek ilyenkor elő, és most ezekkel kell nekünk foglalkozni. Nyírbátor gondolatvilágában, cselekedeteiben, mármint a nyírbátoriak inkább, város vagy falu? Hogy látja? Alapvetően város, tehát, és ezt el is várják tőlünk. Tehát azért a nyírbátori emberek. Vagy úgy akar viselkedni, mint egy város. Tehát a gazdasági erejét tekintve biztos, hogy az, ez nem kérdés, tehát iszonyú erős. De az összes többiben miért város?
Azért város, mert megvannak azok az alapvető szolgáltatások, amire egy város épül. Legyen az egészségügy, legyen az oktatás, szórakozás, kultúra, egyéb kiszolgáló, kereskedelem. Az, ami a mindennapi életében szükséges egy itt élő embernek, amiatt nem kell elhagynia a várost. Tehát nem kell lépten nyomon azon átsingozni, hogy bezeg Debrecen, Nyíregyháza, amit ön. Az egy nagyon fontos dolog, és ebben a tekintetben a, most már úgy kell fogalmazok, hogy jövő tavasszal felújított út, ami az M3-asra vezet, mert most már alá van írva a kivitelezővel a szerződés, de nyilván télen nem fogják megcsinálni, de tavasszal igen. Abban nagyon jól kell tudnia magát pozícionálni egy kisvárosnak, hogy mik azok, amik helyben a mindennapi élethez szükségesek, és melyek azok a szolgáltatások vagy kikapcsolódási lehetőségek, ahol a nyírbátori családok 25-30 perces kocsiúttal, vagy legyen az 40-45 perc, el tud jutni Nyíregyházára vagy Debrecenbe hetente egyszer. Ez a pozícionálás önkormányzati feladat, vagy inkább a város gazdasági életének a lüktetéséből adódik? Is. Tehát nyilvánvalóan a város abban a tekintetben kell pozícionálja magát, hogy nem kell olyan város által működtetett szolgáltatásokat csinálni, ami nem életképes egy ekkora településen, mert nincs akkora lakosság a környezetben. Mint például mire gondolok? Hát lehetnek, nem kell állatkertet építeni, ha most egy konkrét példát mondjak, vagy nem kell plázát építenie, mert úgyse fognak itt plázázni. Világos. Vagy mondok egy még klasszikusabb példát, nem tudunk karácsonyi vásárt csinálni. Mert az emberek, amikor karácsonyi vásárba akarnak elmenni ilyenkor advent idején, akkor úgyis a megszokása ennek, hogy beülünk családdal egy a kocsiba, és elmegyünk Nyíregyháza, Debrecen, Budapest, Bécs, nyilván ki az anyagi lehetőségeihez képest, és itt hiába fogok 28 árust ide hívni, és áruljon sapkát, trombitát, meg egyebeket, az emberek akkor is kocsiba fognak ülni, és el fognak menni Debrecenbe vagy Nyíregyházba. Ezzel szemben azt mondja inkább, hogy akkor csináljunk néhány olyan kulturális lehetőséget, amire már lehet azt mondani, hogy igen, ez egy kulturális élményt ad, aki többet akar, az tovább megy. Így van, és legyenek olyan közterületek, hogyha azt mondja az anyuka, hogy menjünk ki egy két gyerekkel egy órát játszani, akkor viszont legyen olyan játszótér és közterület, ahol azt megfelelő környezetben, biztonságban, kulturált 21. századi igényeknek megfelelően el tud tölteni, akár minden nap. Hogyha összegezni kell az évet, akkor százalékosan hová tenni az év végét? Tehát a januárban megfogalmazottak. Hát ugye most nem a költségvetés, meg ilyenekre. Világos. Az a legnehezebb ebben a történetben, hogy mi többet reméltünk ettől az évtől. És én nem szeretek soha másra mutogatni, mert egy vezető, a másra mutogat, az a saját gyengesége. Egyetlen egy problémában csúsztunk meg, ha lehet így fogalmazni, mert mondjuk a közbiztonságban haladtunk előre, a különböző gazdasági mutatókban haladtunk előre, az Európai Uniós támogatások nem jöttek úgy, ahogy reméltük. Ez nem a mi hibánk nyilván, hiszen nagyon lassan születtek meg a döntések. Ha azt mondhatom, hogy 10-valahány, majdnem 20 pályázatból gyakorlatilag 4-ben van döntés, a többiről még nem kaptunk papírt, pedig már 2 éve beadtuk. Azt reméltük, hogy a 60 nap az mindenkit kötelez, de hát ez most már ilyen 500-valahány nap. Most évvégén azt ígérték, hogy lesznek döntések, tehát ezek az uniós fejlesztések, amiben ilyen közterületfejlesztést akartunk, egyéb programokat akartunk, táborok, szociális hátrányos helyzetű fiataloknak ösztöndíj programok, ezek átcsúsznak sajnos jövőre, ennek nem örülök, mert ezt az idén el akartuk indítani, de legalább látszik a fény az alagút végén, hogy megnyerjük ezeket a forrásokat, legalábbis egy részét, és akkor ezek az uniós források jövőre el tudnak indítani. Tehát százalékosan mondjuk, ha... Hát olyan 70%. És akkor én próbálok optimista. Igen, úgy se lehet ezt beazonosítani, hogy mi ez a 70%. Jó, ön most ugye mondjuk úgy, hogy körbe rócsózta a várost, találkozott rengeteg emberrel most itt a fejlesztési projektek kapcsán, bár szerintem azért nagyrészt ezek válogatott emberek voltak, nem feltétlenül voltak ott azok, akik nagyon kritikusak lettek volna, vagy voltak ilyenek is? Vannak kritikusok, ugye egyfelől az egy újszerű gondolat, legyen az kritikus, vagy hogy nem kevésbé kritikus a várossal szemben. Mindjárt visszatérünk erre, és hogy mitől újszerű, tudom, hogy mit fog mondani, de én most... De azt gondolom, hogyha például meghívunk egy óvodában lévő valamennyi szülőt, vagy szülői munkaközösség, az akkor nem válogatott. Az nem egy válogatott közösség. Rendben van, jó. De persze nem tudom, hogy mennyire mentek el olyanok is, akik esetleg azt mondták. Hát erőszakkal nem tudok elhívni kritikust egy megbeszélésre. Oké, jó, világos. Tehát nyitott volt, azt akarja mondani. Abszolút nyitott volt. Abszolút nyitott volt. Mm-hmm. Jó, akkor most nézzük az újszerűséget, ha már ugye szóba került az erő. Tehát mitől is újszerű ez itt Nyírbátorban? Attól újszerű, hogy, és látom az emberekben ezzel kapcsolatban a pesszimizmust is, vagy a
első nekifutásra kevésbé hogy pozitív hozzá. El. Hogy nem hiszik el azt, hogy ő ott mondhat olyat, amit aztán a város meg is akar csinálni. Hanem először az első lépésben mindenki azt gondolta, hogy ez azért történik, vagy legalábbis ezt érzékeltem bizonyos körökben, hogy azért kérdezzük, hogy azt tudjuk utána mondani, hogy megkérdeztük az embereket. És az nem, a legnehezebb. Nem erről szó történet. Nem akarják ezt mondani, hogy megkérdeztük, hogy most is. Ez önmagában semmit nem ér. Tehát, ha csak azt kipipáljuk, hogy megkérdeztük az embereket, és azt tudom önnek mondani a tévéképernyőink keresztül, hogy ez a város mennyire nyitott és együttműködő, hiszen megkérdeztük az embereket. Aztán persze azt csinálunk, amit akarunk. Igen. Ezzel szemben azt kellett, hogy átmenjen a rendszeren, hogy megértsék az emberek, hogyha ők azt mondják, mondok egy klasszikus példát, hogy a kettes iskola udvarán, amit fejleszteni fogunk jövőre, a gyerekeknek nem csúszdaparkra van szüksége, hanem inkább mit tudom én, olyan más elfoglaltságra, vagy más típusú dologra, akkor azt fogunk oda építeni. Ez ilyen egyszerű. Mert azt kell megépíteni, amit az emberek szeretnének használni. Én hiába építek egy mondjuk egy csúszdaparkot, ha egyébként oda a kutya nem fog kimenni, vagy csak a kutya fog kimenni című történet. És ez nehéz volt, ez több alkalom kellett. Érdekes módon ebben a nyugdíjas szervezetek, az idősebbek hitelesebbeknek éreztek minket. És ennek, ez is egy lenyomata a város működésének, hogy első körben az idős emberek gondolták azt, hogy őszintén nyíltan, csipőből mondták a javaslataikat. És a fiataloknál, a családosoknál egy kicsit több idő kell ehhez, hogy elhiggyék azt, hogy igenis érdemes ezen gondolkodni, érdemes hazamenni, előkeresni a kirándulásaikból készült fotóikat, és azt mondani, polgármester úr, itt voltunk ebben a városban, láttunk egy ilyet, nagyon szuper, na ilyet kellene Nyírbátorban csinálni. Értjük, mit tanult ebből? Tanult ebből? Igen, azt tanultam, hogy ezt sokkal jobban meg kell szervezni. Azt tanultam ebből, hogy még jobban nyitni kell, még több olyan embert kell bevonni, aki őszintén el akarja mondani a véleményét, és van véleménye. Nagyon nehéz megtalálni azokat az embereket, akiknek ilyen szempontból van határozott véleménye, és azt is megtanultam, hogy ez egy sokkal hosszabb folyamat. Tehát ebben a tekintetben az emberek bizalmát elnyerni, hogy ők alkothatják, alakíthatják a város életét, és befolyásolhatják az itt megvalósuló fejlesztéseket, az egy sokkal hosszabb folyamat. De tudja ön, hogy szerintem ez a legizgalmasabb kérdés most, aminél most tart ön, vagy igen, a városban. Igen. Mert most történhet meg az, hogy tényleg komolyan kezdik el venni a városlakok, hogy beleszólhatnak a dolgaikba, és hogyha most elszúrják, akkor ugyanaz a helyzet. Nagy a felelőssége ennek. Korábban volt. Így van. Tehát én ezért akartam ezt a részt is felhozni, hogy vajon ez mennyire érzékelhető majd az ön további ténykedésében? Hát én azt mindenképpen elhatároztam ezeknek a tapasztalatoknak az alapján, hogy ezt tovább fogjuk csinálni. Tehát ez nem egy ciklusszerű dolog. Mert kitalálható esetleg az is, hogy még pályázat előtt is tudjuk nagy fáradtsággal jár, iszonyú nagy veszőtséggel jár egy ilyen, de mondjuk még a pályázatok leírása előtt is tesznek majd egy kört legközelebb, hogy hát ha esetleg teljesen mást akarnál. Szerintem könnyebb folyamatossá tenni ezt. Tehát sokkal egyszerűbb, ma már azt látom, hogyha ezt egyszer elkezdjük tolni ezt a szekeret, hogy szokták mondani, hogy egyszer megindítottuk, akkor már könnyebb mozgásban tartani. Én azt nem tudjuk, hogy a lejtő megy lefelé vagy felfelé. Hát ez már majd a jövő kérdése. Viszont az mindenképpen fontos, hogy ha ezt létrehozzuk, működtetjük és nyitottá tesszük, tehát hagyjuk, hogy új szereplők bejöjjenek. Adott esetben, aki nem akar ebben részt venni, kilépjen, és folyamatosan, rendszeresen, havonta csinálunk ilyen fórumokat, ahol nem kell ott lenni mindig a polgármesternek. Ott kell lenni a városfejlesztési munkatársaknak, a városüzemeltetéssel foglalkozó munkatársaknak, és látni fogják hónapról hónapra az emberek, hogy amit mondjuk én 4 hónappal ezelőtt elmondtam, az egy fél év múlva valósággá válik. Legyen ez egy üzemeltetési kérdés, vagy egy fejlesztési kérdés, akkor még inkább működni fog ez a dolog, és amit ön kérdezett, hogy akkor ezt majd a pályázatok előtt, meg pályázatok közben, meg pályázatoktól független forrásokból megvalósuló helyi kisebb fejlesztésekben, én azt gondolom, hogy ha folyamatosan működik, akkor ezt mindig, minden etapban meg tudjuk ezeket a kérdésköröket futni, és persze természetesen pályázatoktól ilyen szempontból függetlenül, a pályázat időszakától függetlenül ezeket a véleményeket el lehet mondani, és be lehet építeni. Ez egyébként nagyon nagy segítség, azt el kell mondanom. Tehát én dolgoztam ugye több mint 10 évig városfejlesztéssel. Ha van 18 jó ötlet, abból kiválasztani, hogy akkor még legyen az, amit meg tudunk csinálni, vagy az a semmiből, a saját fejünkből kitalálni valamit, az sokkal nehezebb. Így a beszélgetés végén, ugye én mondtam, hogy itt egy választási kampány kellős közepén vagyunk. Akár akarjuk ezt elismerni, akár nem.
És a következő negyed év az biztos, hogy kőkemény lesz ebből a szempontból. Most látszik, már vannak olyan választási kiadványok, ugye a másik oldalról olvastam én, hogy nagyon keményen fogalmaznak, ugye az eredményeket nyilván maguknak tulajdonítja mindenki, erről beszéltünk is itt az elején, amire ön azt mondta, hogy az a lényeg, hogy eredmény legyen egyébként. Tehát mit tud ebben a helyzetben majd tenni, egyáltalán hogyan tudja úgy alakítani majd a város életét, politikáját, hogy ne szakítsa végletesen ketté a városnak az életét azt, hogy most itt választási kampány van? Én nagyon rossznak látom ezt, nem csak a kampány miatt, hanem egyébként azt érzékelem, hogy nagyon sok folyamat, ami a város jövője szempontjából fontos, megosztja az embereket, blokkolja. Legyen az egy városi rendezvény. Tehát sajnos el kell tudni jutni odáig, hogy amikor csinálunk egy adventi időszakban egy városi ünnepséget, hogy az, hogy oda kijön-e valaki vagy nem, az ne attól függjön, hogy a város vezetése most éppen milyen. Az a baj, hogy a város ilyen szempontból egy picit kicsi, ha lehet így fogalmazni. Picit nagyobb lenne, sokkal könnyebb lenne ez a dolog. Nyilván a kampány időszakban ez még inkább megerősödik. Nekünk nagyon fontos, én abban hiszek, hogy az életünk az nem ciklusról ciklusra zajlik. Én egyet tudok ebben tenni, hogy mi minden olyan folyamatot, amit elindítottunk, azt nem igazítjuk ilyen szempontból a kampányra. Nem próbáljuk meg áthangolni a különböző dolgainkat. Körülöttünk a világ egyébként át fog kampány hangulatba menni. Mi szeretnénk ebből egy kicsit kimaradni, mert én azért fogalmaztam a kicsit szót nyilvánvalóan. Nem fogok ebbe én túl sok energiát belefetszolni, nem ez a célja a városnak. Természetesen, ha valaki politikai üzeneteket fogalmaz meg, és azok ráadásul nem feltétlenül valósak, akkor abban nekünk nyilván bele kell állni. De egyébként mi tesszük a dolgunkat ebben a dologban. Hát akkor nagyjából évvégén, nem tudom, boldog új évet, vagy egy eredményes új évet, és ezek szerint akkor egy viszonylagosan jó évet, ugye? Ami volt eddig, és egy ettől talán még eredményesebb új évet kívánhatunk. Hát úgy lehet összefoglalni, hogy mindenkinek köszönöm ebben az évben végzett munkáját. Itt a karácsony idején mindenkinek lehet kívánni kellemes békés ünnepeket, és mindannyiunknak kívánjunk egy még sikeresebb jövőbeni esztendőt, magunknak is és a városnak is. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. A hétvégén a Kulturális Központban tartották azt a könyvbemutatót, ahol a mindenki által tisztelt Boros Gábor tanár úrra emlékező kötetet vehették kézbe az érdeklődők. A Szeretet Öröksége című könyv egy különleges összeállítás személyes visszaemlékezésekből. Rendkívüli könyvbemutatóra került sor december 10-én. Annak az egyedi alkotásnak a bemutatójára, amely megörökíti Boros Gábor, Nyírbátor díszpolgára megélt 84 évének azokat a pillanatait, amelyek mások számára is érdekesek, emlékezetesek, akár felejthetetlenek vagy példaértékűek. Zsúfolásig megtelt a Kulturális Központ aulája, volt tanítványokkal, családtagokkal, a város közéletének meghatározó személyeivel, barátokkal, egyesületi tagtársakkal. A gondos előkészítés gyümölcse egy 300 oldalas könyv lett, amelyet a kötet szerkesztője, Szilágyi Szabolcs író a következő gondolatokkal ajánl az olvasóknak. A legnemesebb embereknek jut osztály részül, hogy személyüket életükben is, eltávozásuk után is szeretet és megbecsülés övezi. Mi lehet ennek ékesebb bizonyítéka Boros tanár úr, Gabi bácsi esetében, mint ez a kis emlékkötet, amit barátok, családtagok, pályatársak, diákok szívünk nektárjából hordtunk össze az emlékek kaptárjába. A könyvbemutatón Máté Antal polgármester mondott köszöntőt, és Németh Attila alpolgármester mutatta be a művet. Az internet segítségével jelen volt Szilágyi Szabolcs író, a kötet szerkesztője is. A könyv megálmodója, tanár úr lánya, Boros Vilma elmondta, hogy egy évvel ezelőtti elhatározása vált valóra. Visszaemlékezésre szólított meg volt barátokat, kollégákat, tanítványokat, családtagokat, egyesületi tagokat, és mindazokat, akik szívesen írták le, vagy mondták el a Gabi bácsihoz köthető gondolataikat, történeteiket.
a visszaemlékezésekből készült a könyv a szeretet műve. Életmorzsák egy nagyszerű ember történetéből. A visszaemlékezők nevében Nagy István, mint volt diák mondta el gondolatait, a Szilágysomlyóról érkező Berek István pedig a Gabi bácsi által kezdeményezett testvérvárosi kapcsolatról szólt. Dr. Gurmai Zita, volt európai parlamenti képviselő, kedves szavakkal méltatta az ismert közéleti szereplőt. Az eseményen levetített felvételek is mutatták, hogy mennyire szerethető ember volt. Tele optimizmussal, empátiával, valamint együttműködéssel, elszántsággal. Szeretetéből, emberségéből mindenkinek jutott. És ezeket örökségül hagyta ránk. Számomra pedig megtiszteltetés volt a nagypapámról készült könyv bemutatójának levezetése. Szeretni születtél világra, nem felejtünk el. Nyírbátorban is meggyújtották a hétvégén a második gyertyát a városi közösi adventi koszorún. Ezúttal a Bátori István Katolikus Általános Iskola kisdiákjai adtak ünnepi műsort. A koszorút ezúttal Babály András, római katolikus plébános áldotta meg. Az első gyertyát Máté Antal polgármester úr és Fazakas Ferenc Sándor nagytiszteletű úr gyújtották meg. Ma, advent második vasárnapján a gyertyagyújtás megtisztelő feladata a Bátori István Katolikus Általános Iskola gimnázium és szakgimnázium pedagógusai és tanulói. Az elmúlt évek alatt hagyománnyá vált, hogy azok a közösségek, akik lángra lobbantják a koszorú újabb gyertyáját, műsorral is készülnek erre az alkalomra. Ma tehát a Bátori István Katolikus Általános Iskola, gimnázium és szakgimnázium általános iskolás tanulói hoztak számunkra adventi énekeket és verseket. Karácsony készül, emberek, szépek és tiszták legyetek. Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek. Olyan jó néha angyalt lesni, s angyalt lesve a csillagok közt Isten szekeret megkeresni, ünneplőben elébe menni, mesék tavában megfeledni, s mesék tavában mélyen, mélyen ezt a világot elfeledni. Adventi hírnök friss fenyő áll, lobog az első gyertyalán, karácsonyt várva lázban a föld, isteni gyermeket köszönt, újjong a szívünk, dalra gyúl, nincs már messze az út. Az adventi koszorú pár száz éves múltra tekint vissza, és az első adventi koszorún 24 gyertya volt, és december 1-jével kezdték el meggyújtani a gyertyákat. De az idők folyamán a gyertyáknak a száma valószínű, hogy energiatakarékosság miatt is egyre csökkent, és most a közismert adventi koszorúkon csak 4 gyertya van. És amikor ez a 4 gyertya először meg lett gyújtva az adventi koszorún, találóan mindegyiknek nevet is adtak. Béke, hit, szeretet, remény. Ha ez ott van, és ég szívünkben mind a 4 gyertya, akkor nem csak mi, hanem a környezetünk, és minden ember boldog lesz. Így kívánok mindenkinek az advent hátralévő idejéhez szép készületet és boldog karácsonyi ünnepeket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! David played and it pleased the Lord. You don't really care for music.
Szabolcs-tór negyedik fordulóját a nyírbátori sárkányfürdőben rendezték több száz indulóval. A verseny jó felkészülési lehetőséget biztosította a jövő évi diákolimpiára. Egy hónapja kaptuk azt a lehetőséget, hogy megrendezhessük a Szabolcs-tour harmadik fordulóját. Ugye ez már a negyedik évad. Nagy öröm ez számunkra, különösen nekem, aki ez a túrszás túlállalóra közül a szívemhez, mint azt gondolnám. Ezt nem gondoltam volna 10-15 évvel ezelőtt, hogy én már a Víziváros lesz Szabolcs-Szatmár megyében, és ennyi úszó palántán, ennyi fiatal versenyző ide van ez, majd ez a sportág, és ez a város, és ez a gyógyszer. Körülbelül 180 gyerek úszik, több mint 280 nevezés érkezik. Egy egész napos rendezvényről beszélünk, ami ennek a versenynek a jelentőségét adja, hogy az utolsó a diákolimpia előtt, ami általában január végén kerül megrendezésre. Milyen versenyszámban indultatok? 50 gyors, 50 hát, és 25 mell, és váltunk. 50 gyors, 50 hát, 25 mell, és 25 váltó, meg 50 váltóban. És eddig, amit leúztatok, azt hogy érzitek, hogy sikerült? Nekem jól sikerült. Nekem is. Antal Dávid vagyok, Bátorból jöttem, és hát 9 éves vagyok. És valóban igaz, hogy te vagy 200 méteres vegyesben az ország ranglista vezetője? Igen, Miskolcon történt, 2:53-on mentem. Tamás Mira vagyok, 12 éves, és Vásárosleményből jöttem. És mit úsztál ma, illetve mit fogsz ma úszni? Hát úsztam már gyorsat, mellett és váltót fogok. És hogy érzed, hogy sikerült, amit eddig leúsztál? Hát egy kicsit elrontottam. Nem elsősorban a versenysport, hanem minden igény kielégítése az a mi fő törekvésünk. Vannak, akik csak edzenek, hobbi szinten, a versenyzést nem részesítik előnyben, de van egy másik réteg, aki pedig az egyetlen továbbjutással kecsegtető versenyen, diákolimpián igyekszik jeleskedni. Ők hajlandók több edzést vállalni, akár heti 4-5 edzést is, amiből van egy szárazföldi. A többiek pedig alapból heti 3 edzésen vesznek részt itt az uszodában. A Nyírbátori Városi Könyvtár a kölcsönzésen túl egyéb helyben nyújtott szolgáltatásokkal is várja a látogatókat. Ugyanakkor az intézmény kéri a lakosságot, hogy saját anyagaikkal, fotókkal, dokumentumokkal, könyvekkel, illetve Nyírbátorral kapcsolatos szakdolgozatokkal járuljanak hozzá a könyvtár helytörténeti részlegének gazdagításához. A kölcsönzésen kívül két olvasótermmel is rendelkezünk, itt ahol vagyunk, ez a gyermekek számára van berendezve, illetve a felnőtt kölcsönzőben is található egy olvasóterem sok-sok kézikönyvvel. El lehet mondani, hogy ezek a kézikönyvek egy picit az utóbbi időben éppen az internet miatt háttérbe szorultak, azonban nagyon szép és bő helytörténeti állománnyal rendelkezünk, és itt főleg nem is a könyvekre gondolok, ugyan abból is rendelkezünk sok példánnyal, hanem például a kéziratokra, újságcikkekre, amik kutathatóak, illetve egy-egy témához nagyon sokszor tudunk nyújtani olyan dolgokat, amit nem is gondolnának el, tehát meg tudunk találni mondjuk a Bátor újságból egy nagyon régi, egy 25 éves cikket, vagy meg tudunk találni egy ünnepi beszédet. Ez mindannak köszönhető, hogy ugye ezek a dokumentumok számítógépen vannak feldolgozva, és így már teljesen visszakereshetőek. Például kapunk egy kéziratot, abban több téma is felmerül, akkor úgynevezett tárgyszavakat adunk ebben a számítógépes katalógusban neki, és így visszakereshető. Tehát egy könyvtár, attól könyvtár, hogy ugye rendelkezünk az állománnyal is, könyvekkel, folyóiratokkal, dokumentumokkal, de a lényeg az, hogy vissza is tudjuk őket keresni, és az olvasó kezébe tudjuk adni.
A helytörténeti állomány az természetesen folyamatosan bővül, gondolom én. Igen, a kéziratokon kívül gyűjtjük a Nyírbátorra vonatkozó szakdolgozatokat. Ezúton is szeretném kérni, hogy aki Nyírbátorral kapcsolatos diplomamunkát, évfolyam dolgozatot ír, készít, az keressen meg minket, és akár a beköttetésben is tudunk segíteni, azért, hogy a helytörténeti állományunkban ezt el tudjuk helyezni. Körülbelül már 90 szakdolgozat áll a rendelkezésünkre. Közeleg a karácsony és az évvége. Nyírbátorban a város lakókat az ünnepre hangolódva folyamatosan programokkal várják. December 17-én vasárnap 17 órára várjuk a közönséget a Szabadságtérre, ahol meggyújtjuk a városi adventi koszorú harmadik gyertyáját. Ünnepi műsorral készülnek a magyar-angol két tannyelvű általános iskola diákjai, és a koszorút megáldja Kis Zsolt atya. Azt hiszem, hogy december 18-a is egy szép programot hoz a városnak. Igen, ekkor rendez meg a Bátori Karácsonyt 16 órától, szintén a Szabadságtéren lesz a ünnepi műsorra készülnek a Tinódi Vegyeskar, a Bátori Anna általános iskola diákjai, a hetednapi adventista egyház, a nyugdíjas értelmiségiek egyesülete, és most idén fellép a színpadon a Bátori István nyugdíjas klub néhány tagja is. Ezeket az eseményeket természetesen a kedves nézők láthatják majd a Bátor Televízióban is, csak úgy, mint az idei adventi hangversenyt is. Erre mikor várják a vendégeket? 17-én, 18 órától innen a Szabadságtérről vonulunk át a római katolikus templomba, és a Tinódi Vegyeskar műsorát tekinthetjük meg.